Sziasztok srácok! Ez itt az újabb és egyben a legutolsó videónk ezekkel a Sky Pitbike-okkal. Ez lesz itt az utolsó kalandos részünk, remélem tetszeni fog ez is. Na, vágjunk is bele! Egy dolog, ami mindig is hiányzott nekünk a pitbike-okról, az a tükör. Mivel mindig aki elől volt, nem látta, hogy mi történik a mögötte lévővel. Sokszor, amikor elestünk, már pedig sokszor elestünk, akkor az előttünk lévő sosem tudta, hogy meg kell állnia és ment tovább. Ezért sem hülyeség szerintem, hogyha legalább az egyik oldalra szereltek tükröt a pitbike-otokra. Nem érzem a valagamot. Lehet itt a víz, nézd meg. Nagyon sokszor megfordult a fejünkben, hogy a pitbike-okkal elmegyünk a szomszédos falvakba, meg aztán az is, hogy hogyan tudnánk oda eljutni. Mindig megnéztük a térképet, és mindig folyamatosan találtunk újabb utakat a határban, az erdőkben, és újabb kiskapukat, amiken keresztül el lehet jutni az összes faluba szinte. Többször is próbáltuk, hogy milyen messzire tudunk eljutni otthonról, szóval ilyen volt ez az egyik eset. Neki is vágtunk az útnak, és simán átjutottunk a szomszédos falvakba. Ilyenkor nagyon vigyázni kellett. Ezek nem úti motorok, szóval nincs rajtuk rendszám, világítás, sem indexek, szóval oda kell figyelni, fő a biztonság. És az sem kellemes, hogyha a rendőr elkap ilyenkor, mert tudja, hogy kaptuk egy jó nagy büntetést, és tolhatjátok haza a motorot. Ez olyankor szar, hogyha nem otthon vagytok, hanem mondjuk 2-3 faluval arrébb. Szóval kellemetlen. Mindig figyeljetek oda, és ha a rendőrt látok, akkor vissza kettő padlógáz is. Go ki a határba! Rengetegszer próbáltuk, hogy milyen gyorsan mennek ezek a pitbike-ok. Kb. Ilyen 60-70-nel mentek maximális sebességen. Az volt a legdurvább, amikor egymás mellett mentünk, mert a két hangurkán, ahogy jobb és bal oldalt ment ki a motorokból, nagyon durva volt, olyankor szinte nem is hallottunk semmit. Ezek a motorok már pedig nagyon hangosak, mivel nincs semmilyen féle folytás, itten csak jön a leömlő, jön a leömlő hengerfejből, és egyenesen belemegy a kis végtókba, aztán ennyi. De akinek már volt ilyen motorja, annak nem is kell erről beszélni, mert tudja, hogy miről van szó. Szóval érdemes néha meghúzatni ezeket a motorokat. Azért is szerettük ezeket a pitbike-okat, mert szinte mindig lehetett rövidíteni az utakon, bármikor le lehetett hajtani a főútról át a földeken, szóval soha nem volt gond ebből. Jó sok kilométert is megporultunk ilyen rövidítésekkel, főleg, ha ilyen nagyobbakat rövidítettünk. Ilyenkor, amikor ketten vagy többen motoroztok, mindig figyeljetek a társatokra, vagy a rokonotokra. Mi is, amikor mentünk a tesómmal, sokszor átbámészkodtunk, az volt, hogy majdnem összehajtottunk, mert nem egymásra figyeltünk. Ilyen volt például ez az eset. Itt, ha teliben nekimentem volna, azt nagyon fájt volna nekem is, és őnek is. És még jól beismertük volna egymás lábát. És ha elterülünk, akkor motorok is kaptak volna, most szóval. Szóval sehogy sem lett volna valami jó vége ennek. Egy a lényeg, srácok, ha többen motoroztak, akkor nagyon figyeljetek egymásra. Elég, ha csak az egyik őtök félre néz pár másodpercig, és már meg is a baj. Engemet látta? Engemet látta? Így gyújtultad kérdek? Nekem meg a hátulja így szikadt egy vételt, az itt vezetelem a hajámet. Ahogy mentünk a határba, mindig találtunk ilyen újabb helyeket, ahol még sosem nem jártunk. Sokszor találtunk ilyen kisebb dombokat is. Itt például olyan helyre betévedtünk, ahol gyakran vadásznak is volt rakva a tábra, és nem is vettük észre.
Ahogy felmentem a dombra, majdnem el is terültem. Na szóval ez itt a tanulság, hogy bármilyen nagy is a domb, vagy bármilyen kicsinek is tűnik, mindig óvatosan menjetek fel, ne pedig teli gázon kuplungot kiengedem, mert ugyanúgy kirepül alulatok a motor, aztán jól nagyot lehet esni. Itt hála Istennek még elkaptam a motort, és nem történt nagyobb probléma. A falu mellett volt egy ilyen elhagyatott szőlős, amit már ismertünk régről, szóval bementünk megnézni, hogy hogyan is néz ki ez az egész. Nagyon durva volt, ilyen jó, kemény út volt kigyúrva a traktoroktól bent, szóval nagyon adta a motor. De pár helyen pedig eléggé fel is volt szántva bent, ott még úgy lesüllyedtük, mint a hétszentség. Kerekek elkapartak, szóval lásták magukat, gondolt visszajönni. De amúgy nagyon tetszett, mert láttunk sok őzelt, őzikéket is, szóval tele volt kis állatokkal, vadisznók is voltak néha. Erre oda is kell figyelni, mert még véletlenül megtámadnak titeket, aztán lehet húzatni a motorot, hogy leadjátok őket. Amint látjátok, eléggé be is volt nőve már a szőlő, szóval nem volt gondozva. Az egész ilyen full elhagyatott volt, de nagyon jó volt itt pitbike-ozni. Ilyen kis brutális terep. Tudtuk, hogy nem szabad ide behajtani, de így azért sokkal izgalmasabb volt ez az egész. Ez a terület egy több hektáros szőlős volt, szóval volt mit azért bejárni. Nagyon is örültünk neki, párszor ugrottunk is, amikor áthajtottunk ilyen nagyobb bukkanókon. Itt még elég nehéz is volt észrevenni, mivel be volt nőve fűvel, szóval voltak azért meglepetések. Amúgy ide elég egyszerű volt bejönni, mivel már olyan elhagyatott volt ez az egész, hogy legtöbb helyen maga a kerítés már le is volt széve. Bármikor be lehet venni gyalog is, motorokkal, autókkal nagyon nem, mert azért vannak szűkebb utak, de motorral simán be lehet jutni oda. Azok voltak a legnagyobb akciók általában, amikor eltévedtünk, és nagyon sokszor eltévedtünk, mivel mindig szerettünk jó messzire elmenni a pitbike-okkal, olyankor elveszítettük az érzékünket, hogy merre, hol vagyunk kép, szóval párszor volt mit csinálni, hogy hazajussunk. Hál' Istennek a benzin soha nem fagyott el, szóval mindig is sikerült hazajutni. Erre nem lehet elmenni? Ilyenkor általában mindig az a legjobb taktika, hogy bevesztek egy bizonyos iránt, aztán teligázom, go neki-e. Általában ilyenkor mindig kijetek majd egy útra, vagy egy főútra. Az alapján meg már lehet tájékozolni simán, szóval nem kell bestresszelni soha, ha ilyen helyzet adódik. Itt per pillanat már több órája bolyongtunk, de tartottuk az egyenes iránt, szóval tudtuk, hogy valahol ki fogunk lyukadni. Aztán ahogy mentünk tovább egyenesen, találtunk egy ilyen főútra vezető kis mellékutat.
elindultunk azon az úton, és találtunk egy ilyen lezárt sorompót behajtani tilos táblával a másik oldalán. Az volt a szerencsék, hogy nem volt eláncolva ez a kis úttollasz, mint hogy az sem lett volna gond, hogyha le lett volna, mert akkor elmentünk volna mellette. Menjünk el erre! Amit kijutottunk a főútra, bekapcsoltuk a telefon a GPS-t, és már simán hazajutottunk így a főút mentén. Szóval elég sok ilyen kis izgalmas akció volt a pitbike-okkal ezelőtt a fél év alatt, amikor nálunk voltak. Nagyon sok jó emlék is kapcsolódik ide, nagyon sok rossz is, ezt majd az utolsó videóban kitárgyaljuk. A lényeg az, hogy mindig is örömmel mentünk motorozni, mivel nem egyedül mentünk, hanem együtt a tesómmal, szóval volt kivel megosztani a közös emlékeket, a közös akciókat. Így visszagondolva is kurva jó volt. Tesó, ha nézed a videót, akkor üdv innen is. Kb. Ennyi lenne mára, ezzel be is fejeznénk ezt a kalandos szériát. Most már csak egy videó van hátra. Nem sokkal találkozunk az utolsó videóval. Ha tetszett a mai kis kalandos videó, akkor dobj egy lájkot. Esetleg osszátok meg a motoros ismerősétekkel a csatornát, legyünk minél többen, minél nagyobb közösséget alkossunk. Találkozunk legközelebb a záró Sky Pitbike-os epizóddal. Addig is megtaláltok minket Instagramon, Facebookon is. Sziasztok!